Sziasztok srácok, ebben a videóban bemutatom nektek a Gaia Deckem épp aktuális állapotát. Kezdjünk is bele. Szóval az én értelmezésemben a Gaia Decknek az a célja, hogy lehozza ezt a fúzió szörnyet. Ez a Gaia the Magical Knight of Dragons. Ez gyakorlatilag egy Zodiac Drident. Körönként egyszer, quickbe, tehát az ellenfél körében is, levonok a támadópontjából 2600-at, és pusztítok egy lapot. Ha leüt egy szörnyet, akkor kap ugyanennyit, úgyhogy nem egyszer használatos a cucc, de használta úgy is, mint egy Toad Alley, amikor saját magát pusztítja el. De erről később. Szóval ezt akarjuk ebben a deckben lehozni. Én kicsit felturbóztam ezt, nézzük is meg, hogy mit játszok. 3 Gaia the Magical Knight, a kombó legfontosabb lapja. Ha nincs szörnyem, akkor lejön áldozat nélkül, és speccel egy 5-ös dragont kézből vagy graveből védelmi állásban. Curse of Dragon, the Cursed Dragon, 3 darab. Legtöbbször ezt hozom le, ugyanis ha lejön, akkor addal egy spell trappet deckből, aminek a leírásában ott van, hogy Gaia the Dragon Champion. Szinte mindig a fúziós spelljüket szoktam, de néha a field spellt. Curse of Dragonfire, 3 darab. Ha nem elérhető target az előző, akkor őt hozom. Ő, ha lejött, akkor pusztít egy field spellt. De nem ezért jó, hanem azért, mert vele lehet spell nélkül is fúziós idézni. Annyiban jobb, mint az előző, hogy egyel kevesebb lépéssel lejön a Magical Knight of Dragons. Így nincs akkor esély arra, hogy megfogják a kombót, de viszont a spell sokkal jobb, és ezt látni is fogjátok, hogy miért. 2 darab Soldier Gaia, the Fierce Knight. Gyakorlatilag azért van, hogy a kiürült Magical Knight of Dragons-t eltakarítsa a fieldemről, ugyanis ő lejöhet úgy, hogy betributolok egy dragon fúzió szörnyet. De nem marad a fielden, ugyanis jön a másik effektje, és beáldozom őt, amivel addolok egy 7-es vagy kisebb warriort deckből, aki a Gaia the Magical Knight, és azzal indul újra a kombó. Majd 3 teki. Effektjük által beáldozom őket, és speccelek egy Gaia szörnyet vagy egy 5-ös dragont deckből. Majd a végére 2 Curse of Dragon. Róluk is fogok még beszélni. Ezek a főbb szörnyek, mint láthatjátok, minden ugyanarra a kombóra fut ki, de ezt majd meg is fogom mutatni a decklist után. De előtte még van 2 S, azért 2, mert még csak ennyit tudtam beszerezni, de amúgy 3 kell, és 3 Veiler. Majd a spellek. Galloping Gaia. Az egyik legjobb lapja, ez egy field spell. Egyik effektje az, hogyha van Gaia the Dragon Championom, akkor az ellenfél a battle phase alatt nem aktiválhat semmit. De nem ez a legfontosabb effektje, hanem ez. Körönként egyszer, vagy felmutatok egy 5-ös dragont és addolok egy Gaia szörnyet, vagy felmutatok egy Gaiát és addolok egy 5-ös dragont. Ugye nem kell mondanom, hogy ez miért jó. Egy Landforman, érthető, hogy miért, majd 3 Spiral Fusion. Ezt addolom a Cursed Dragonnal. Ez a spell azért jó, mert ha vele hozom le a Magical Knight of Dragons-t, akkor kap 2600 atakot, ergo 5200-zal kezd. Van egy pusztítása, és még gyakorlatilag támadásra is marad pontja. Sőt, up to 2 támadhat minden battle phase-ben, ha ezzel hoztam le. 3 Dragon Shrine. A Curse of Dragon dobom ki vele, ugyanis ez majd fontos lesz. Majd 3 Dragon Mirror. Szerintem kezditek sejteni, hogy mire megy ki a játék, de még nem mondom meg. Végül pedig 3 Super Poli. Láthatjátok, hogy igen konzisztens a pakli, mindenképpen ki akar hozni egy fúziós szörnyet, és ehhez bárhonnan képes dobni. A mechanika előtt még nézzük a trappeket is. 1 Spiral Discharge. Annyit csinál, hogyha a Magical Knight of Dragons támad, akkor előtte pusztíthat egy lapot. 1 Lost Wind, 1 Warning, és végül 3 Judgment. Az extra pedig áll 2 Magical Knight of Dragonsból, egy Predaplant Dragostepeliából, egy Starving Venomból és egy First of the Dragonsból. Na nézzük a mechanikát. Az bizonyára tudjátok már, hogy ez a pakli másodiknak megy, úgy van értelme az egésznek. Az a célom, hogy a kezemben legyen, vagy a fieldemen egy Magical Knight, amit nagyon egyszerű kivitelezni. Vagy kihúzom, vagy tekivel speccelem, vagy a field spell-lel addolom. Lejön effekt által, specceli az egyik dragont, majd jön a fúziós szörny. Ennyi a kombó. Hogy ez mennyire szokott bejönni, azt majd megmutatom egy kezdő kézzel is. Amit még csinálni szoktam. Dragon Shrine-nal kidobok 2 Curse of Dragont, majd Dragon Mirror-ral lehozom a First of the Dragons-t.
Az egyik videómban már meséltem róla, ha védelmi állásban van lent, akkor nagy eséllyel áttörhetetlen. A kiürült, tehát nullás Gaia fúziót pedig úgyis el tudom tüntetni, ha hozok belőle egy Predaplant fúziót. Őhozzá kell egy fúziós szörny, meg egy dark szörny, akár szuper polival is lejöhet. Ő quickbe targetol egy face-up szörnyet az ellenfélnél, és rárak egy countert, és egyes szintű lesz, amíg rajta van. Ez azért jó, mert így az aktiválódó effektjei negálva vannak. Nem egy bivajlap, de nem is rossz. Szintén a Super Polival szoktam kihozni a Starving Venomot is, ugye ő csak el megy a magyaráznom, hogy miért is jó. És most nézzünk egy kezdőkezet. Lássuk, mit tudok belőle kihozni. Nem egy bivaj erős pakli, de szerintem szórakoztató, és fel lehet buffolni egész jól. Ez pedig az én Gaia értelmezésem volt. Remélem szórakoztatónak találtátok. Sziasztok!